falunapok a legjelentősebb eseménynek számítanak egy-egy kisebb település életében. Ilyenkor összegyűlik a falu apraja nagyja, és együtt ünnepelnek a programok mellett. Nakon sem volt ez másképp, idén is megrendezték a ma már hagyományosnak számító Gyógyító Rózsa Fesztivált. A település legnagyobb rendezvénye azért is különleges, mert arról a gyógynövéről nevezték el, ami az égési sérüléseket gyógyítja. A település polgármestere szerint már hagyomány, hogy ilyenkor adják át a település díszpolgára címet. Az idei átadáshoz azonban egy szomorú esemény is kapcsolódik. A posztumusz díjat az a Tóth Lajos kapta, aki sokáig a falu önkormányzatában dolgozott, valamint a helyi állatorvos volt. NAK polgármesterének Rácz Róbertnek is sok emléke kapcsolódik a díjazotthoz. Személyesen is érintve voltam a kitüntetettel kapcsolatban, ugyanis nagyon sokat köszönhetek dr. Tóth Lajos Ernőnek, aki a településen több cikluson át képviselőtestületi tag volt, illetve állatorvosként látott el munkafeladatokat a községben, és a helyi termelőszövetkezetnek a vezetőségi tagjaként is településért dolgozott. Azt tudni kell, hogy a Naki Dózsa termelőszövetkezet az 1980-as évek közepétől egy rohamos fejlődésnek indult, és ezt elsősorban az állattenyésztési ágazatnak köszönhette. Tóth Lajos ebben az ágazatban dolgozott. A Naki Dózsa termelőszövetkezet több alkalommal végzett az ország legjobb 10 ilyen cége között, amire nagyon büszkék vagyunk. A település polgármestere örül, hogy a Gyógyító Rózsának is messze földre eljutott a híre, és annak is örül, hogy az elhunyt állatorvos családja is eljött, hogy átvegye azt a díjat, amivel Tóth Lajost megjutalmazták. Az a lényeg, hogy nagyon büszkék vagyunk erre a szülöttünkre, illetve arra, hogy a község nevét össze tudják kötni ezzel a készítménnyel, ami hát, talán még az ország határain kívül is ismert. A falunapon egyébként számos program szórakoztatta az érdeklődőket. A kapospulai néptáncosok mutatták meg a közönségnek a tánctudásukat, majd pedig egy helyi énekesnő adott műsort. A programok szünetében kihirdették a főzőverseny győztesét, végül pedig a férfiak mérhették össze tudásukat a sörivó versenyen. A falunapra látogatók szerint ezek a programok évről évre jobbak és emelik az esemény színvonalát. Jók voltak, mindig több program van, mindig egész napos, szóval nem lehet azt mondani, hogy unatkozunk. A gyermekeknek is kínált a Naki önkormányzat programokat. Ők pónikon lovagolhattak, vagy légvárban játszhattak a falunapon.